Tolnaváros önkormányzatának humán bizottsága minden évben meghívja a településen működő civil szervezetek vezetőit, képviselőit. Ez idén sem történt másként, az egyesületek ilyenkor többek között beszámolnak az éves programtervjükről, és a meglátásaikat, esetleges problémáikat is megosztják. A kerekasztal beszélgetés során a legtöbbször felmerülő téma az utánpótlás hiánya volt, aminek következtében a Mözsi Bartók Béla női kar is véget vett immár 50 éve tartó működésének. Minden próbálkozásunk ellenére nem tudtunk fiatalítani. És ez sajnos, és mi magunk is, tehát a meglévő társadalom, mert nem tudtunk megújulni, és ezt a karnagyasszony is látta, és egyébként is 5 évet vállalt annak idején a korábbi karnagy után, és ebből 15-öt végig csinált velünk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát ezt már meg is köszöntük, és hát így befejeztük. Baksainé Kenesei Éva, a humán bizottság elnöke elmondta, hogy egy település életében gyakorlatilag nélkülözhetetlen a civil szervezetek munkája. Az önkormányzatnak a meghosszabbított kezeit meg, tehát nem lehet elképzelni egy város civilek nélkül. Ezek önszerveződő közösségek, különböző értékek mentén, ahány szervezet, annyiféle úgymond értéke van, és azért ezt senki nem tagadhatja le, hogyha bárhol valami baj van, vagy gond van, kihez fordulnak először civilekhez. Tehát lásd a példát, ukrajnai háború kapcsán is az első volt, akik megmozdultak a civilek. Tolnán jelenleg több mint 50 egyesület, szervezet működik, az éves beszámolón ezúttal 20-an vettek részt.